November a férfi egészség hónapja. A Movember kifejezés az angol bajusz és a november szavak ötvözéséből alakult ki. Ilyenkor a férfiak szerte a világon szakát növesztenek, felhívva a figyelmet az egészségügyi prevenció fontosságára. A Movember célja a férfiakat arra ösztönzi, hogy beszéljenek egészségügyi problémáikról, járjanak szűrővizsgálatokra és fordítsanak nagyobb figyelmet az egészség megőrzésre. A rendszeres szülővizsgálatok számos olyan betegség felismerését elősegítik, amelyek kialakulása hosszabb ideig, akár évekig is eltarthat, és sikeres gyógyításukban meghatározó szerepe van, hogy mikor kerülnek felismerésre. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a legfontosabb szűrővizsgálatokat gyűjtötte össze tájékoztatójában, kifejezetten férfiak számára. Fontos kiemelt figyelmet fordítani az egészséges életmódról szóló kommunikációra, különösen a férfiak esetében, hiszen adatok támasztják alá, hogy a férfiak egészségesen várható élettartalma kevesebb, mint a nőké. Az egészséges életmód kulcsfontosságú mindannyiunk számára, amelynek alapja a megfelelő táplálkozás, a rendszeres testmozgás és a szűrővizsgálatok. A férfiak egészségi problémái, mint a prosztatarák, hererák és a mentális betegségek gyakran kevesebb figyelmet kapnak, és a Movember célja, hogy ezt a hiányosságot ellensúlyozza. Az ilyen mozgalmak arra is buzdítják a férfiakat, hogy rendszeresen járjanak megelőző orvosi vizsgálatokra, és törődjenek a mentális egészségükkel is. A Movember tehát nem csupán egy bajusz növesztési kihívás, hanem egy jelentős globális kezdeményezés, amely a férfiak hosszabb és egészségesebb életéért kampányol.